1 millió forint egy buszért, ennyiért vált meg 10 autóbuszától a Pécsi Közösségi Közlekedést végző önkormányzati cég. Hozza nyilvánosságra a pécsi városvezetés a legújabb buszeladási ügylet részleteit. Ezt kéri a Fidesz városi frakció vezetője és a helyi ellenzék, derült ki szerdán. Lássuk, hogy milyen műszaki állapotú autóbuszokat pontosan mennyiért adtak el, és hogy ez alapján majd csinálhatunk akár egy összehasonlító elemzést, hogy egyébként máshol mások ilyen típusú buszokat mennyire adtak el. Tehát addig csak mondjuk a döbbenet van az ember arcán, amikor hallja azt, hogy egy autóbuszt 1 millió forintért adnak el darabáron, holott tudjuk, hogy hát ezek a könyv szerinti értékén a cégnek azért a többszörösét érik. Tavasszal azt mondta a Tükebusz vezére, hogy a cég működése stabil. Most mégis pénztelenségre hivatkoznak, mondja a gazdasági bizottságban dolgozó képviselő. A másik zavaró dolog, hogy titokban történt az eladás. Vajon miért, teszi fel a kérdést Csizmadia Péter. Bújócskát játszanak, ugye átláthatóságot ígér Péter fi Attila, hogy az ő csapata az átlátható módon fogja vezetni a várost. Ugye 2 év telt el most már lassan azóta, hogy megkapták a lehetőséget. 2 év alatt csak ilyen zárt ajtók mögötti háttéralkuk és különböző szocialista kötődésű érdekköröknek a nyomulását észleljük. Hát még a saját szövetségeseik sem kapnak információt. Ugye őket ki is rakták, ugye itt a Momentumosokra gondolok, ki is rakták a saját koalícióból. Kerestük az önkormányzatot. A városházi sajtóreferens azt mondta, holnapra várható hivatalos válasz a polgármesteri hivataltól. Közben a Tükebusz vezére nyilatkozott a Pécs Aktuálnak. Bánkut István anyagi okokra hivatkozott az eladás kapcsán. Azt mondta a lapnak, hogy állandó megélhetési gondjaik vannak, ezekre kerestek megoldásokat, és jó üzletet kötöttek az igazgató szerint a darabonként 1 millióért eladott buszokkal. Sőt, további járművektől is megválnak, hiszen 200 buszuk van, de ezekből csak 140-et használnak.